2014 óta az új műteremlakásokat feltételekkel, kondícióval adjuk meghatározott időre, először 3 évre, majd utána azt meg lehet hosszabbítani, és minden művésznek, akik ezen föltétellel kötöttek szerződést, évente egy-egy alkotást kell beadniuk a 3 év alatt 3-at, amelynek az összegének 500 ezer forintot el kell érnie. Az összes alkotást, amit itt látnak a falon, azt a mai nap átadjuk 8 különböző múzeumnak, ahol jeles kortárs gyűjtemények vannak. Egy grémiumot állítottunk föl, jeles művészettörténészekkel, akik a kortárs képzőművészeti életet jól ismerik. Ők választották ki a művészekkel egy ilyen sajátos tanácskozásban az, hogy mely alkotás kerüljön be ebbe a közös gyűjteménybe. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kortárs gyűjtemények gyarapodjanak, hogy azok a művészek, akik 2014-15-16-ban remek dolgokat készítettek, azoknak nyoma maradjon a magyar művészettörténetben. Én a Váci Pragor Ignác Múzeumban dolgozom 30 éve, és nálunk megtörtént az a csoda, hogy a múzeum nem minden gyűjt. Ez a magyar múzeológia nagy problémája, hogy nagyon vegyesek a gyűjtemények. Nekünk sikerült 30 év alatt kialakítani egy tiszta profilt, a figurális, leképező, amit a színészek is értik a szót, úgy mondjuk, hogy mimétikus, mimézis típusú műalkotások, amikor a valóságot valahogy megfesti a festő. Hát ezért választottam ezt a két műalkotást, egyrészt a mögöttem látható lengül orsolya képét, és egy kicsit odébb látjuk Verebics Katalin műalkotását. Nagyon fontos számunkra, hogy mi is ott legyünk a vászton, és az a valóságon élünk, ez megjelenjen. Ne csak vonalgubancok, vagy háromszögek, négyszögek, hogy azt mondjuk, ne csak esztétizáljon a művész, mert abban nehéz visszafejteni magunkat. Hát a mi gyűjteményünk erre épül, és 30 éve építem ezt a gyűjteményt. Ezért választottam ezt a két képet. Nálunk időszakos kiállításokon szoktuk bemutatni a műalkotásokat. Általában 3-4 vagy 5 évente tudunk egy olyan rendezvényt szervezni, hogy új szerzemények. És amikor az új szerzeményekből összejön 30-40 darab, nem kevés, és nem olcsó dolog, és nem egyszerű megszerezni, akkor rendezünk egy ilyen kiállítást. Természetesen jövőbe tervezik, hogy Vácon is legyen egy állandó kortárs művészeti gyűjtemény. Ha ez egyszer létrejön, akkor a 30 év munkája, és ez a két műalkotás is állandóan látható lesz.